Jó reggel, szervusztok, arany követőim és rajongóim. Na, eleredt az eső. Tegnapra már beígérték, ó, a vasárnap már vállalhatatlan lesz, már a hétfő is vállalhatatlan lesz. Minden az, mi ez a külső dialógus azt írja. Érti, asszom. Úgyhogy már arra is mondták, hogy szájé, hogy minden vállalhatatlan. Na, anyukám, erre még mindig most cseperek, hát most már azért behúztuk a kis minikébe, a kis cabrio miniba a tetőt. Hát nagyon bele vagyok egyébként szeretve ebbe a kocsiba, megmondom a őszintét. Az i3-as az azért tetszett nagyon, mert elektró, ez meg azért, mert ez meg bika. Hát olyan kani, hogy nem igaz, hát elájulsz. Hát te elkövető rajongó, nem hiszed el. Hát mint a Mr. G, World 3, olyan sztoriba volt tegnap, nagyon jó volt az Olivér. El, hogy annyira durva volt a dél-afrikai verseny, hogy nagyon figyelj, én remektem a idegtől, hogy képzeld el, hogy olyan kemény volt, hogy megérkezett a Fülöp-szigeti, aki tele volt pénzzel, érted? 15 fő stábbal jött, ilyen stáb, olyan stáb, és a végén ő lett az első, neki jól sikerült az írásbeli tesztje, de a többi nem sikerült jól, az Olivernek, viszont mindegyik sokkal jobb lett, ezt mondta, és hogy ilyen, és hogy utána meg ő nyerte az egészet. És mondom, de hogy, és én tudod, de egyből azt gondoltam, hogy mondom, Oliver, de neked kellett volna akkor megnyerni, ha ő nem fizeti le, és mondja, hogy nem, ezt nem mondja, de, és mondom, de honnan tudtad meg, hogy lefizetett mindenkit egy ilyen komoly versenyen? Azt mondja, hát véletlen elkottyantotta valaki magát. Ennyi. Ugye, figyelj, ennyi kellett hozzá, hogy az Olivier nyerje a világversenyt, hogyha nincs ez az egész lefizetés, ez a korrupciós ügy, ezzel a egésszel, akkor az Olivier elhozza a primet, és így is megmondta, hogy iszonyú sokat szeretne tenni az LMBTQ közösségért. Úgy szeretem ezt a szót, hogy LMBTQ. Ja, meg azt akartam mondani, figyelj már, halálidegbe raktatok engem ezzel a férfi intim cuccal a tökivel. Hát tényleg ne haragudjatok, hogy így hívják, hogy töki. Nem öntettek róla. De most az volt a legjobb, mindenki kérdezte, figyelj, tényleg szeretnék venni a kanimnak ilyet, hogy intimeskedjen, ne az én cuccomat használja. Hogy hívják? Hát mondom, olyan kínos megmondani, jó, figyelj, szakállasember.hu. Hát anyukám, most mit mondjak? Tényleg nem én voltam a marketingért, nem én találtam ki, hogy szakállasember.hu-nak hívják a tökit. De a gyerekek így jött össze. Kat. Hát szóval nagyon durván beígérték a esőt, de most ahhoz képest, ne haragudjál már, még mindig ki tudtam aszni a tetőt, mert szájén süt a nap. Úgyhogy figyelj, de soha ne úgy menj el nyaralni, ahogy a meteorológusok bemondják, mert ráasszol, látod? Tehát, hogy ők bemondták, vasárnaptól kezdve, anyukám, itt vége mindennek, jön a hidegfront, az eső, a száj egész héten be leszünk puposítani, minden lesz. Na, ahhoz képest, de ezt nézed meg, kiveri a nap a szememet. Hát eddig te, hogy hol vagyok én. Hát tényleg, mert rárugnék kettőt én erre azért a meteorológiára. Hát hol vannak ezek te? Á, ideg. Előtt követő rajongó, kanikoszorú, tényleg mindig ezzel röhögök, szakállas ember pontú. Hát nem, hogy milyen idegbe raknak engemet ezekkel. Érted? Figyelj, kipróbálom, töki a termék, jó, megnézem, azt mondja, úgy hívják töki. Hát mondom, jó, hát jó, így hívják töki, hát most hogy beszéljél tényleg a morális kereteken belül, nem mindegy. Aztán azt mondja, figyelj, mondd már meg, hol lehet venni a tökit? Hát most nézem, elolvasom a papírt, hát mondom, figyelj ide, a szakállasember.hu-nál, hol a urvanyárba lehetne ilyet venni, hát figyelj, elálljuk, ne, nyílj már, nyomok itt mindent, te, Cila. Hát agyon csapom magamat. Dikte! Hát most ezt mondd meg nekem őszintén, de tényleg, hát elájulsz, megőrülsz, meghalsz, megőrülsz, figyelj! Nézzek, hát a Máté elküldte, oda nézzed.
Azt mondja, követ rajong, de közben ígyunk és pezgőzzük. Szanyukám egy karton Ruinár pezgőt csak ide érkezett az öreg cilához, meg is érdemli, mindent el is követ, érted? El is követ a követőkért, hogy érted, ízim? Hát erről a rozé pezgőről, a Ruinár rozéről beszéltem nektek, te jó nap, de szar a fény, de rossz, úgy figyel, leadtam a mimikét. Általában megfogottanak, nézd már meg, milyen jól nézel ki. Hú, itt van a pápai előkelő gyűrű, látod? Cillog, villog. Jaj, gyerekek, Katta bióba, kize van egy új asszisztensem, Danika, halál aranyos. Majd bemutatom egyszer, Kat. Vikez, nézd már, ki van már itt? Nézd már, ráverek, a nagykani elkapott. Katta bióba. Elkapott a kisbótba. Itt Édikénél, hallod? Hát ezt nem hiszem el. Vik, hogy nézd már ki? Ja, várjál már, szevasz. Édespának vagy a gyermeke? És hogy vannak rokonai? Senki a követő rajongónak akarsz mondani valamit, vagy megmondjuk nekik, hogy mert taka van, menjél, taka aludni. Senki a édesapád lemosakodott, vagy takarítod apukádat? Igen? Vagy szájéba kerültél? Mi van, Sanyi? Akarsz mondani valamit? Dikka, Sanyi. Jó van, Sanyi azt mondta, hogy jó éjszakát, taka van aludni. Jó van, hagyjál már, mászál már ki a pofámból, majom vagy te. Mi vagy te, micsoda teste van a Sanyinak? Jó éjszakát, Katincá bióba, holnap jelentkezem, már szájé van itt. Ez a mendék, már milyen ráncos vagyok. Hallod, mindjárt mutatok nektek valamit, figyelj, elájulsz, besírsz. Most lökök föl egy jó maszkot, Szanyikával. Mert hát ugye néznek ezt, figyelj már. Dik de jó néz ki, azt mondja Hollywood, Kalifornia szióhoz hozzátartozik. Mert ugye ez az igazság, semmi reklám, semmi, no, nincs reklám. Az az igazság, hogy hát nagykövet az nagykövet, úgyhogy most azleg ez olyat csinál a arcoddal, a Glam Glow. Hát igen, figyelj. Hello, sexy. Figyelj ide, most eskü magamra fogok úrni egy ilyen Glam Glow-t. Szóval az a érdekes, azt akartam nektek beszikítolni a jó idegesítő hangommal. Figyelj, most kapaszkodjál meg. Hogy, ja, hát a Kizelba galéria küldött nekem egy katalógus kézzel, de azt mondta, kultúrácsra! Látták, hogy a virág Juditot, ugye, azt jól lenyúlta, mert azt mondták, jó, Cilla, ne lopkodj már a katalógust, inkább küldünk egyet, mert tényleg rádrug valaki ott a házba, ahol lakol. Jaj, bocsánat, na most nagyon kíváncsi leszek, hogy ez föl visszaúrja az arcomat, mert nagyon beígérték. Figyelj, én biztos, hogy ízé, nem tudom, ilyen formában, ha ez nem lesz újra ízé arca a Cilának, én a ízé, nem Glasgow, Pari, az egy bányászváros Angliában. Glam Glow, urva szád a Cila, ezt se jegyzed meg. Hát, akkor hallod, még lemondatnak a nagyköveti pozícióra, amit itt osztol magadnak kifelé. Na, de nem is ez a lényeg, építőipar. Abba akarok mesterkedni, ezt akarom elmondani. Anyukám úgy szívja ki a kis bőröm, mint ezt a genyót, ugye a Glasgow-ból, Glam Glow, nyugodj meg, de azért nem Glasgow-zom, úgy tetszik. Hallod, mint a fekete özvegy, érted? Ez a férjéből, meg tudod, a fekete özvegy, ez rámegy a férjére, pif, az kinyírja. Megcsináltatja ma? Jézusom, az is milyen, ha kézzel úgy fő vagy cukásodban, mint egy fekete özvegyet, az uradnak szájé. Na és képzeld el, hogy az építőiparba akarok elhelyezkedni, mert most beszélgetem a barátnőmmel, hallod? Olyan, tudod, adsz egy árajánlat, előtted van, tudod, hogy adsz egy árajánlatot valamire a melódba, és azt mondod, hogy akkor ennyi 100 000. Az építőipar az egyetlen, ahol a végén azt mondod, kösök, mégsem 1 200 000 lesz, 2 600 000. Azt nem tud mit csinálni a csóri, tudod, mert azt mondod, hát szét van ütve a lakás, hogy mert akkor itt hagyunk mindet, kösök, ennyi volt. Úgyhogy nagyon bejön az építőipari biznisz, abba akarok most lovettát keresni. Szóval nagyon bejön nekem az építőiparban, kézzel egy jó pár évvel ezelőtt pedig gázt csináltattam, érted? A Kovácsi házban, mondom, bevezettem a gázt, vége a cserépkályhás világnak, ugye pedig az is előkelő volt. Nézd már, csúszik le az egész. Hát igen, jön ki anyag. Júj, a Glasgow! Na és akkor bevezettem a izét, azt bejön az izét, Tomózer bácsi, azt mondja, 1-2-3, 4-5, jó napok, mi főmérnénk akkor, 3-4-5-12-ben a 3 megvan, 4-4-5, jó, hát akkor 920 000 kéne akkor anyagra. Mondom, angyal, ezt te hogy számoltad itt ki, hogy itt tipex-topoksz érted a lakásba, jövőről?
Mi, mit gondol, majd át fogom magát vágni? Hát maga szerint nem adom vissza az anyagot, hogyha megmarad nekem a részcső? Hát mondom, angyal, biztos visszaadja, de mérjük már fel úgy, hogy mennyi kell. Hát tényleg, mit érdekel nekem ez az egész? Akkor itt van, hagyom a francba, mit? Nekem magam, mit? Hazugnak nevez? Hű, mondom, jó van, akkor menjek ki. Taka van. Hát mondom, akkor jó van, taka van, száját, menetelj innen el, amerre jött el, hogy van ezért. Visszakúrom. Hát mondom, ez nem vagy normális. Na, akkor kiment, érted, pufogott a kert, műt gőbzelnek, nem is tudom, ezek mit gondolnak magukról, de ezeknek mindent lehet. Jó, mondom, figyelj, mondom, aztán tesszék már kifáradni, hát akkor ennyi volt, nem kell a meló, majd jön más, majd, vagy fűtünk tovább fával, aszom csinálja ezt, érted. Na, de hát az volt a lényeg, jó kellett fölépni Tomozer bácsival, mert tudod, halálosan idegbe lett rakva, de aztán visszajött, mondta, nézze már, Kajdi úr, beszéljük már meg ezt, hát azért magának is kell a fűtés, nekem is jól jönne ez a munka. Mondom, na végre, hogy itt konszenzusra jutunk. Mire? Jó, mondom, hogy már megállapodunk, tudja jól. Úgyhogy halál megnyugodott, meg is lett a gáz, de... Na de, hogy érted, olyan lóvékat tudol akasztani a építőiparban, hát, hogy ne szedem rá... Na, úgyhogy rá vagyok nagyon csúszva erre az egészre, úgyhogy édeszem, most ez az új ötlet. Na jó, most szedem le a maszkot, hagyjál már békén, már tele ére. Úgy nézek ki, mint a múmia a izébe, a Tom Cruise-os filmen, nem a számban van ez a genya. Ja, jó van, szájé, taka van, szép napot, még egyszer nagyon-nagyon megtisztelő, hogy én lehetek ugye a Glam Glow nagykövete is többek között. Tehát az a baj, hogy ebben a borosztában, hogy beleakad, viszont, hogy húzza, vonja, érted? Dik, mibe vagy, Cilla, már megint itt égeted magadat, 40, mindjárt 50 ezer emberre van itt a Cilla nézébe, iradóba. Hát azért nézzé már rendesen Cilla iradót, mert rádruk kettőt a öreg Cilla, te. Hallod, most felraptam egy másik cuccot, úgy hívják, figyelj, milyen, mert lemúszom, mert úgy néz ki, mint egy... Hallod, ez is a Glam Glow, hát ez óriási Insta, úgy figyelj, halálos, hogy ciklandot. Képzeld el, hát a barátnőm mesélte, ez a ciklandozásra jut eszembe, képzeld el, hogy elment a arany szívem, imádom, elment a barátos nem halpedikűrre, és tudod, berakja a lábát, tudod, a nagy menetém, azt fölordít egy 20 perc múlva. Hallod? Mi van a halaiddal? Há egyik se jön ide? Há semmi pedikűr, ez mi már itt nálatok? A kisnő az idegbe került, akkor az épp pedikűrös, azt mondta, Jézusom, ne idegesítsé, hát már vagy 3 kilóban van nekünk ez az egész ügy. Hát nem mondjad már, hogy nem működik. Hát tényleg nem jönnek ide halak. Hát figyelj, én annyira röhögtem tegnap, majd meghaltam a röhögéstől. Hát mondom, anyukám, mi történt veled? Egyik hal sem ment oda, nagy pedig kürbe a 60-ból. Júj, ezt nézd meg, így szívódik be a bőrömbe, látod? Pezseg, jó, ciklandoz meg. Hallod, hát ez úrva jó. Á, ezt a nagyköveti pozíciót nem engedem el. Nagyon-nagyon megtisztelő, én nagyon köszönöm. Tényleg, hogy figyelj, azért az melós, nézd meg, és beszív minden. Dig de jó, Cilla! És ez valami aszidó, most egy szóvasom neked, hogy milyen lóasz van rajtam, várjál. Nem látok, azt mondja, hogy smooth, hogy így rám gondoltatok, meg ha nem is gondoltatok rám, akkor így, hát így magamra gondoltam, és így halálben nagykövesítettem magamat. Hát azért figyelj ide, csak azért tudod, milyen nehéz megkapni egy ambaszadori címet magadtól magad? Soft Even Skin, és Insta Mood 60 second alatt, tehát 60, egy perc alatt piffősz, csapja magát, azt taka. De jó! Jó van, anyám, indulunk, melóban, nincs majomkodás. Hallod, majd meghalok, tényleg. Figyelj, haláléhez vagyok, de tudod, a nagy ízében, nagy szertésjelmez ledobásban, anyukám, nyom, megy a ízé, Tomanovic. Képzeld el, hogy nem látszik, ez úrva finom. Ilyen ízé, fahéja szalmás, ez nagyon-nagyon jó. Hallod, nem látszik, de már beszűkült a gyomrom, és akartam menni ma 2 tojást, és így mondom, anyád, kibírja ezt megenni, hogy inkább tománozom, ha halányom, néha nem tartom be ezt föl. A Enikőtől kaptam egy jó kis szabai kolbászból egy szeletet, kik így elnyomok. Fú, figyelj, hát én megőrülök az ilyen, olyan paraszt gyomrom van, de jó a Cilának. Jó van, szép az idő, élvezett ki, húrva édesanyját, na mindegy, ez van, beszakadt a május, szájé. Kész, ennyi. Rajzága,
követőm, és szöngöm, milyen jó lett a arc, elnézést, csak most jelentkezem. Nézd meg ezt a kizit. Jó, mi? Előkelő. Már meg is szokották a pápai gyűrűjét a Cilának. Hallod, itt vagyok az autószerelőnél, mert valami nem jön, akkor csinálok a fűtőművében. Mondtam, kotyog, kopog, csináljál valamit. Nézd, hallod, hogy üti veri? Te jó Isten. Bemaradtam a kocsiba, és fölemeltek, nézd, milyen magasson vagyok. Anyukám, jó, fölemeltik az öreg Cilát, átlát a szomszédba. Kösz. Hát ez valami őrület, hogy mibe vagyunk. Hát jó, van ez, van gyerekek. Lajos úr, halál jó kép. Tudom, milyen kanni az autószerelő fiú? Dik, te elájulnál. Lajos úr, úgy hívom, ő, két Lajos úr van, ő a egyik. Úgyhogy ez valamit így nagyon csinál, nem látok le, tudod? Teljesen idegbe tesz engemet. Jó van, ülök itt a kakasülőn. Hallódik, figyelj, máltam. Rámegyünk, nézd meg mekkora. Ez egy ház. Haláli külföldiül beszél. Azt hiszi, hogy neki mind lehet, érted? Meg külföldi... Nézd már meg. Kikadani, de jó néz ki alulról. Maradjál már, hallod? De most ő... Jaj, én vagyok. Ő most rámegyünk, mint... Tudod, gyöntjük. Ott a haverja a sarokban. Most nem tudom, hogy ezek izé tipitapiznak, vagy nem tipitapidínoznak. Jó van, Cila jó kanikoszorúban van megint. Meg a követőm, ez lesz a Cilának a gyakorlata. Danika, fordulja, mert átverek egyet. Nézzük meg, jó van. Dig, de nyomja, nézd meg. Hát ez a gyöngyös pacsa egy. Jó van. Dig, mennyi kani van, de ez a maga feltűnt, nem is értem. Hallod, tényleg elájulok, nem is. Dig, mennyi kani. Katta kanira. Ez életem második tükrös videója. A vadi széteszett, a küllök még egyben. Küllő. Katta kanira. Sanyi, mi a baj? Pipihús? Hol a kukac? Malac. Sanyika. Malac vagy, Sanyi. Mit csoda? Mi? Tüvődő malac fül? Sanyika, tüvődő malac fül? Ez... Bah, attends. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux? Ça, tu veux? C'est pas de malac fül. Attends. C'est du lapin. Et... Mais odadod, Sanyika. Puis-je demander de malac fül? Non, c'est la mienne. Attends, où tu vas? Arany drága követőim, véget ért. Kézzétek el, ezt a izét is elhagytam, tudod, a klipszet, nem tudom, hol van. De kézzétek el, hogy azt akartam nektek mondani, hogy gondoltam, beajánlok nektek egy nagyon jó filmet, egy nagyon érdekes film, kicsi holokausztos. Az a címe, fönn van a YouTube-on, majd nézzél meg, hogy a porrá zúzott álom, vagy álmok, valami ilyesmi. És egy érdekes feldolgozás, egy magyar származású szülész-nőgyógyász-nőről szól ez a film, és az a lényege, hogy elviszik Auschwitzba, és akkor ott segít megszületni a táborban születendő gyerekeket, vagy éppen abortuszt csinál, és kivándorol Amerikába, Nagy New Yorkba, és ott bekostolják, hogy ő tulajdonképpen összejátszott a nácikkal. Úgyhogy nagyon izgalmas a film, én megnéztem, iszonyan megrázó, olvas utána egyébként a kis nőn. Na mindegy, úgyhogy jó, tudom, hogy a nagy hülyeskedés után konnektor háttérbe. Ez egy elég ilyen felkavaró, meg drámai film, mindegy, ha van időd, meg hangulatod, nézd meg. Egyébként dr. Gizella Perlnek hívják ezt a doktornőt, egy nagyon menő szülésznőgyógyász. Nyilván utána meg is kapja egyébként a nagy Amerikába érted a diplomát. De Out of the Ash, talán ez a címe angolul, porrázúzott álmok magyarul. Úgyhogy engem nagyon fölkavart, meg nagyon izgalmas volt, meg nem is gondoltam, nem is tudtam, hogy van ilyen eset, vagy volt ilyen holokausztos eset, hogy egy orvosnőt így bekosztolnak. De tényleg, ha úgy vagy beleérted, akkor Katta bióba nézed meg. Berakom bióba, bár ott nem szokott megjelenni, nem rakom be bióba Katta kanira. Jó van? Jó éjszakát, szép álmokat, see you tomorrow!